Folytatódnak a fejlesztések Atalában. A településvezetés szeretné kihasználni a Magyar Falu program nyújtotta pályázati lehetőségeket. Számos beruházást terveznek ebben az évben megvalósítani, hogy a falu még élhetőbb és még szebb legyen. Mindenképpen szeretnénk pályázni a hivatal felújítására, hiszen kétszer már beadtuk, nem járt sikerrel, és most nagyon bízunk benne, hogy ez majd sikerre vezet, hiszen a tetőnk az nagyon-nagyon rossz állapotban van, és hát a lábazat is igazából felázik, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy fontos lenne ez a pályázat. Aztán szeretnénk temetőfelújítás fejlesztés címén urnafalat építeni a temetőbe, illetve a temető bejáratának a kis és nagy kapuját szeretnénk lecserélni. Aztán nagyon-nagyon fontos további fejlesztések a járda, felújításokat szeretnénk folytatni, hiszen igazából két olyan utcánk van, ami még nincs térköves burkolat. Ezeket mindenféleképpen szeretnénk majd ez ilyen pályázatokon belül megoldani, illetve útfelújítást szeretnénk még mindenféleképpen. Azt gondolom, hogy a település lakóinak is nagyon fontos lenne az, hogy olyan utakon és járdákon járjon, ami tényleg ebben a században most már tényleg megfelelő. Tervben van a kommunális eszközfejlesztés, amellyel a közmunkában dolgozók mindennapi munkáját szeretnék segíteni. Nagyon jó lenne egy olyan traktor, illetve a kiegészítőivel együtt, ami a közfogisoknak a munkáját segíteni, így gyorsabban és hatékonyabban tudnák a köztereinket ugye karban tartani és tisztán tartani. A környezettudatosság jegyében csatlakozott az önkormányzat a Cseppet sem elnevezésű programhoz, amelynek lényege, hogy a falu lakói a háztartásukban keletkezett használt sütőolajat egy közös gyűjtő edényben helyezhetik el. Atala település csatlakozott a Cseppet sem programhoz, aminek keretében a lakosság a használt étolajat tudja beszolgáltatni egy 240 literes gyűjtőedénybe, amit itt az önkormányzat előtt helyeztünk ki. Igazából azt gondolom, hogy azért fontos, hiszen a környezettudatosság és a környezetvédelem szempontjából mindenképpen jó dolog, ha ezeket az olajokat, ezeket a sütő olajokat nem a lefolyóba öntjük, hanem összegyűjtjük, és aztán elszállítják őket. Azt gondolom, hogy nagyon népszerű, hiszen most már kellett egy ürítést vele végezni, úgyhogy folyamatosan hozzák ezeket a használt olajakat. Nem gondoltuk volna, hogy ennyire népszerű lesz, de nagyon örülünk annak, hogy a lakosság valóban felvállalja ezt a környezetvédelem érdekébe. Az óvoda is pályázott az Ovikert programba. A legkisebbek hamarosan megtanulnak palántázni és gondoskodni az elültetett növényekről. Magas ágyásokat fognak kialakítani az óvoda udvarán, ahova palántákat fognak kapni, és hát ezekről a palántákról majd a gyerkőcöknek kell gondoskodni, úgyhogy már nagyon-nagyon várják, valószínű, hogy a hét folyamán megkapják ezeket a palántákat. Fontos változás Atalában, hogy idén szeptembertől egy év szüneteltetés után újraindulhat az iskola. A terveink szerint ez év szeptemberétől első osztály fog indulni, és aztán a következő években ráépülő rendszerrel második, harmadik, illetve negyedik évfolyamon fogjuk várni a tanulókat. Egyelőre 14 gyermek lesz az első osztályban, de hát nyilván ez majd valószínűleg bővülni is fog, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól fogják kihasználni azt a teret, ami az iskola ad számukra. Én nagyon bízom benne, hogy jól fogják magukat érezni, és abban is, hogy megkapják azt a fajta tudást, amivel aztán tovább tudnak tanulni. Fontos a múlt ápolása, ezért nagy gondot fordítanak a faluban lévő 12 hadisír gondozására. Településünk egyik lakója, Bucskó István, aki kaposvári tizedes, felvállalta ezt a hát nem kis feladatot, hiszen ezeknek a síroknak vállalta a tisztítását, illetve a sírok körül a karbantartását. 12 sírt tudtunk föltérképezni, mind a 12 sírt megtisztította. Ezek a sírok kaptak jelzésképpen egy nemzeti szín szalagot, ezzel is jelezve, hogy ott hősi halottak vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontos ennek a múltnak az ápolása, és természetesen ezeknek a múltbéli értékeknek a továbbadása a jövő generációnak. A településfásítási programban az önkormányzat még tavaly nyert összesen 27 facsemetét. Ezeket a közelmúltban kapták meg és ültették el 5 helyszínre. Közintézmények, játszótér és a temető előtti területen alakítottak ki fasorokat.